Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, üdvözlöm Önöket. A nevem Breiner Tamás. Ma este egy olyan kérdést szeretnék Önökkel közösen megvizsgálni, amit évszázadok óta kutatnak a filozófusok. De mindenek előtt föl szeretnék ide hívni a színpadra öt ember. Öt ember a nézőtérről. Van esetleg önként jelentkező, vagy menjek le és válasszak ki valakit? Így van, te leszel az első. Ott a csíkos, pólós hölgy, igen, legyen kedves, úriember a fehér pólóba. Nem látom, piros inges úr, hányan vagyunk? 1, 2, 3, 4, és egy hölgy, ott a piros ingben, legyen kedves följönni. Üdvözletem! Nagyon jó, meg is álltak helyenesen. 1, 2, 3, 4. Sor az ötödik ember. Jön már, igaz? Hol van? Ott a hölgy. Üdvözlöm. Egy nagy tapsot a hölgynek. Csak ide ér a végén. Reiner Tamás vagyok, az ön kedves neve. Kedves Beáta. Kérem, hogy álljon a sor végére. Üdvözlöm. Breiner Tamás, Balázs, Tamás, Mónika, üdvözletem. Hogyha szélesen mosolyognak, akkor valószínűleg meg fogják Önöket tapsolni. Egy nagy tapsot kérek az Önként jelentkezőknek. Hogyha szétnéznek a színpadon, akkor láthatják, hogy a földre le van téve 4 darab jelzőkártya. Az lesz az Önök feladata, hogy választanak maguknak egy helyet. Kezdjük mondjuk Önnel. Van 1, 2, 3, 4 darab hely. Szeretném, hogyha jól megnézné a színpadot, és választan magának egy helyet. Hova szeretné állni? Hol szeretné eltölteni az elkövetkező 10 percet? Itt? Oké. Akkor kérem, hogy álljon ide a jelzőkártyához. Nem kell ráállni, elég, hogyha csak oda elé. Oké, folytassuk Önnel. Még mindig van 1-es? Jó. Akkor oda a színpad sarkába, legfeljebb nem látszik olyan nagyon jól. Igen, 2-es, akkor a 2-es helyre. És a mosolygós hölgy, hát ugye nem marad sok lehetőség, a 3-as. Még egyszer a kedves nevét. Beáta. Önnek 2 lehetősége van. Vagy valakinek a nyakába ül, vagy pedig odaadom Önnek ezt a dossziét. Melyiket választja? Mind a kettőt, igaz? Kis telhetetlen. Valakinek a nyakába ül, plusz még a dossziét is odaadjam, igaz? Oké. Szeretném, hogy te megőrizné ezt a dossziét, jó? És legyen kedves megállni itt a színpadnak, ezen a szélén. Vigyázzon a dossziéra, ne nyissa ki, jó? Oké. A színpad közepére néznek, van ott egy bárszék, amit most asztalnak használunk. Ezen van 6 darab pici csomag. Ezekben a csomagokba valamit beleraktam. Mindegyik csomag 1 darab pókerzsetont rejt. Mivel alufóliában vannak csomagolva, ezért ezeken a csomagokon nem lehet átlátni. Ergo, senki se tudja megmondani, hogy milyen színű zseton van a csomagban. Választani fognak, jó? Választani fognak a csomagok közül. Kezdjük mondjuk Önnel, Ön az első számú személy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melyiket szeretnék? 5-öst? Tehát erre esik a választása, igaz? Szeretné megváltoztatni a döntését? Hogyha innen számoltam volna, akkor ez lett volna az 5-ös. Nem gond? Tehát ragaszkodik ehhez, igaz? Jó. Annyit még el szeretnék mondani, hogy 3 darab piros, 3 darab kék színű zsetont rejtenek ezek a csomagok. Tehát Ön még egyszer az 5-öst választotta, igaz? Emelje fel jó magasra, hát ha látszik a nézőtérről is, egy kék darab zseton.
Folytassuk önnel, ön a kettes számú. Még mindig van öt lehetőség, mit választ? Melyik? A... Jó, tehát ez igaz? Jó, nézzük meg, hogy mi van ebben a csomagban. Mit rejt az ön csomagja? Szintén egy kék színű zseton. Jó magas remélje föl, és mutassa meg mindenkinek. Mit szeretne? Ez legyen az? Meg szeretné változtatni a döntését? Ragaszkodik hozzá. Tehát ez az, ugye? Jó. Nézzük meg. Az öné egy piros zseton. Jó magasra emelje fel. És végül ön, önnek még mindig van három lehetősége. Melyiket választja? Tehát ez legyen az, igaz? Jó. Az öné egy kék darab zseton, mutassa föl mindenkinek. Ugye azt mondtuk, hogy három darab kék van, és három darab piros. Akkor ennek a két csomagnak piros zsetont kell tartalmaznia. Így van. Itt van egy darab piros zseton. Itt pedig még egy. Lágyunk meg egy pillanatra, foglaljuk össze, mi az, ami történt. Följöttek ide a színpadra. Volt 6 darab csomag, 6 darab alufóliába csomagolt pókerzseton. Önök teljesen szabadon választottak. Befolyásoltam önöket bármilyen módon? Ki tudja. Nagyon jó hangzik a válasz. Hívjuk egy picit segítségül a matematikát. Nem kell hozzá zseninek lenni, de... Ez a választás történhetett volna úgy is, hogy mondjuk ketten választanak piros zsetont, és ketten kék színűt. Vagy úgy is, hogy mondjuk hárman választanak pirosat, és egy ember kéket. Vagy úgy, ahogy most történt, 3 kék színű zseton, és egy darab piros. Mielőtt tovább mennénk, hadd hívjam fel valamire a figyelmüket. Meg szeretném kérdezni önöktől, hogy hisznek önök abba, hogy saját kezünkben tartjuk a sorsunkat. Ugyanúgy, ahogy itt ezek az emberek a pókerzsaton. Hisznek benne? Nem? Talán, igaz? Vagy egy picit gondoljuk tovább ezt a dolgot. Létezik az, hogy az életben minden előre predesztinálva van, minden előre meg van határozva? Nevezzük ezt sorsnak, vagy végzetnek, bárminek. Létezik ez? Mielőtt válaszolnának a kérdésre, szeretnék önöknek mutatni valamit. Valami nagyon érdekes dolgot. Ugye önnek átadtam egy dossziét. Szeretném, hogy nyissa ki ezt a dossziét, jó? Legyen kedves, nyissa ki ezt a dossziét. Ez a dosszié 5 darab kártyát tartalmaz. Az 5 kártyára 5 állítás van írva. Vegye ki, nyugodtan, vegye ki ezeket a kártyákat. Lépjen ide a mikrofonhoz. És hangosan, jól érthetően kérem, hogy kezdje el felolvasni ezeket. Az állításokat. Jó? Kezdjük az elsővel. Amikor jelt adok, majd a következőt. Jó, okay? Az asztalon 2 piros zseton marad. Az asztalon 2 piros zseton marad. Oké. Okay. Folytassuk tovább. Az első személy 2 zsetont választ. Ki volt az első személy? Ön volt. Milyen színű zsetont választott? Az első személy 2 zsetont választ. Igen. Tovább. Olvassuk tovább. A második személy is kék zsetont választ. A második személy is kék zsetont választ. Olvassuk tovább. A harmadik személy piros zsetont választ. A harmadik személy, ön volt, igaz? A harmadik személy, ott van önnél a piros színű zseton. És az utolsó kártyára mi van ráírva? A negyedik személy kék zsetont választ. A negyedik személy is kék zsetont választ. Nagyon szépen köszönöm, fáradjon vissza a helyére. Köszönöm szépen. Mielőtt önöknek is megköszönném a segítségét, és visszaküldöm önöket a helyükre, előtte hadd hívjam még föl valamire a figyelmüket. Amikor följöttek ide a színpadra, és itt álltak egymás mellett, akkor teljesen szabadon döntötték el, igaz? Teljesen szabadon döntötték el azt, hogy hova állnak, melyik jelzőkártyához állnak. Így történt. Nem befolyásoltam önöket, szabadon választották ki azt a helyet. Azóta is ott állnak, amit akkor abban a pillanatban kiválasztottak. Ezért arra kérem önöket, hogy aki kék színű zsetont választott,
hajoljon le, emelje fel a jelzőkártyáját, fordítsa meg és mutassa meg a nézőknek, hogy mi van ráírva. Kék zseton, kék zseton, kék zseton. És végül jön, emelje föl, legyen kedves a kártyáját, piros zseton. Köszönöm szépen. Egy nagy tapsot kérek a segédeimnek, a jelenlévőknek. Önök tegyék vissza a kártyákat, illetve a zsetonokat az asztalra. Köszönöm mindenkinek a segítséget. Önöknek pedig a figyelmet, további jó mulatást, jó szórakozást kívánok!